A méhész logikai versenyen egy méhecske célba juttatása volt a feladat. Itt ért el szép sikert Dávid Adél Angéla, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákja. A versenyben voltak nehezebb és könnyebb feladatok, amikor a méhecskének meg kellett találni a legegyszerűbb utat. Lényegében könnyű volt, csak hát voltak nehezebbek és könnyebbek. Az utolsó például egy eléggé könnyű volt. Nehéz volt ennek a méhecskének megtalálni, hogy a legegyszerűbb célba jutnia? Hát nem annyira, csak a szöveget kellett jól értelmezni, és akkor könnyű volt. De akkor ezek szerint ehhez jól kell tudni olvasni is? Hát igen, mert hogy ha nem értelmezzük a szöveget normálisan, akkor nem lehet. Meg voltak olyanok is, hogy volt középen egy ilyen, volt középen egy elválasztó vonal, és az egyik oldalon az egyik méhecske, másikon másik, és úgy kellett megcsinálni, hogy tükörképben mozogtak. Egyébként szereted ezt az ilyen jellegű kihívásokat? Hát igen, eléggé tetszett. Majd jövőre is jelentkezek rá, hogyha lehet. Akkor ezek szerint kedvet kaptál, azt remélted, hogy ilyen szép eredményt érsz el? Nem, én nem gondoltam, hogy elérem a maximális pontszámot. Mivel többfordulós verseny egy része az online oktatásban zajlott, tanára Szilágyi Péter mellett édesanyja segített neki. Megmutatta a feladatot, és ha rossz volt, arra kérte javítsa ki. Anya segített benne, de hát nem úgy, hogy teljesen ott ült mellettem, hanem... Nem, hogyha elakadtál, akkor kérdezhettél tőle? Hát nem, hanem úgy, hogy beültem a szobámba, megcsináltam, és anya utána odaadtam, hogy nézze meg, és ha volt benne hiba, mondta, hogy javítsd ki. Én átgondoltam, és utána jó volt. Milyen versenyeken indultál már eddig? Hát kosárlabdázok, azon is volt pár mérkőzés, meg a modern táncot is nagyon kedvelem, arra már eléggé régóta járok, és nagyon szeretem. Azon is nyertünk a csapattal sok versenyt. Kedvence a testnevelés és az úszás, szeret barátnőivel is játszani. Év végén a bizonyítványban matekból 5-ös lett, az olvasás és a nyelvtan kicsit sántít, ahogy fogalmazott, de a többi tárgy jól ment neki.